Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a Weekend mai adását a múlt héten megrendezett tehetségkutatóval kezdjük. Az Öröm a zene idén is megmozgatta, nem csak a megye, a régió kezdő zenekarait is. Debrecenből, Miskolcról, Szolnokról és Párkányból is érkeztek. A helyszínen a zsűrivel beszélgettünk, a bejátszás után pedig a nyertes lesz a vendégünk. Öröm a zene kettő Nyíregyházán, és ugye rólad tudjuk, hogy te nagyon nagy zenekarokkal is dolgozol együtt Pesten, nem mondunk neveket. Szerinted mit jelent egy kisebb zenekar, induló zenekar számára egy ilyen tehetségkutató? Hát én ezt leginkább a tapasztalati oldalról közelítenem meg, hiszen annak idején én is zenéltem, és gyakorlatilag hasonló vonalon indult el az életünk. A színpadi rutinnak a megszerzéséhez egy nagyon-nagyon jó dolog, hiszen viszonylag kevés idő van egy beszerelésre, viszonylag rövid idő alatt kell megmutatni azt az adott zenekarnak, hogy mit tud. Részben hálátlan feladat, hiszen ugye nem egy saját közönség előtt, sőt sok esetben ugye egy tehetségkutató versenyen nem is közönség előtt játszik a zenekar, hanem csak a másik zenekarok, illetve a zsűri előtt, tehát emiatt van egy picike nehéz helyzet is benne. Aminek szerintem nagyon nagy a hangsúly, az, hogy az itt fellépő, vagy bármilyen ilyen rendezvényen fellépő zenekaroknak a kapcsolatépítési lehetősége. Találkoznak hasonló stílusbeli dolgokkal, hasonló gondolkodással, mondjuk egy másik városból, másik megyéből, akkor ugye el lehet kezdeni építeni egy olyan kapcsolatot, hogy mondjuk egy nyíregyházi zenekarnak legyen Miskolcon egy bázisa, vagy egy miskolci zenekarnak éppen Nyíregyházán. A szakmával való találkozás az pedig szerintem egyértelműen fontos, hiszen minden induló zenekarnak vagy fiatal zenekarnak az a legnehezebb, hogy hogyan tudja megmutatni magát egy-egy olyan embernek, aki ténylegesen foglalkozik a zenével, a zenész szakmával. Nagyon-nagyon sok évre nyúlik vissza ez a tehetségkutató, ugye te vagy ennek a megálmodója. Annó miért gondoltad azt, hogy szükség van egy ilyen tulajdonképpen országos és kiszenekaroknak szóló tehetségkutatóra? Az igazság, hogy ez nem pont így történt. Valójában a Hangszeresek Országos Szövetségével közösen csináltunk 11 évvel ezelőtt egy hangfoglaló hétfő nevű edukációs énekzene versenyt, ami 3 évig ment, de a tanárokat nem tudtuk egyáltalán inspirálni, tehát egyszerűen a 3 év után az kezdett elhalni, és úgy gondoltuk, hogy akkor nyissuk meg az egészet egy ilyen országos tehetségkutatóvá, és aztán tulajdonképpen az akkor még működő Nemzeti Bűvődés Intézet lett a partnerünk, akkor földúzzadt a létszám 15-re, és amikor a Cseh Tamás program, aztán később hangfoglaló program elindult, akkor gyakorlatilag minden megyébe és a fővárosba is került egy, és már ott tartunk, hogy már 26 állomása van, tehát van a 19 megyei, az egy fővárosi mellé még 6 határon túli állomásunk, úgyhogy a Kárpát-medence legnagyobb ilyen tehetségkutató sorozata lettünk. Az elmúlt évek alatt több mint 1000 zenekart végighallgattatok. Mik a tapasztalatok, mennyire izgulnak ilyenkor, vagy mit jelent számukra ez a tehetségkutató? Hát 1000 zenekar tavaly. Tehát az egy év kb. 1000 zenekar. Nem tudom, hogy izgulnak-e, biztos ez változó, szerintem ez habitus kérdése. Van, aki izgulósabb, van, aki kevésbé. Általában azért elég nagyot lépett előre ennek az Öröm a zene tehetségkutatónak a minősége, és egészen jó zenekarok jönnek. Tehát ők szerintem már kevésbé izgulósak, tehát sok van közöttük, aki már az ismertségnek tehát a teljes országos ismertségnek a határán kopogtat, egészen komoly tehetségek jelennek meg, és őnekik már szerintem semmitől nem kell izgulniuk. Maximum attól, hogy mennyire lesznek a közönség felé sikeresek. Itt a háttérben már nagyon készülnek a fiatalok, van okuk izgulni? Mennyire lesznek szigorúak? Én nem tudom, én sosem csináltam ilyet, kicsit félek, hogy nagyon
mert szigorú leszek, úgyhogy valószínűleg tök talán nem leszek szigorú a végére, mert így már most felkészültem rá, hogy ne legyek túl nagy köcsök, mert bocsánat. Úgyhogy ezt most nem tudom. Szerinted mennyire nehéz ilyenkor egy kezdő zenekarnak ilyen profi szakemberek előtt megmutatni a tehetségüket, mint itt? Hát, hogyha azt gondolják, hogy profi szakemberek vagyunk, akkor valószínűleg nagyon. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szakma, ami lehet technikai tudásról beszélni, de ettől függetlenül azért ennek van egy olyan jelentős része, ami nem tanulható. Én, hogyha engem művészembernek tartanak, akkor ez mindig egy ilyen furcsa dolog, mert ez nem egy ilyen tanult dolog, hanem az inkább egy adottság, amit aztán lehet fejleszteni. Remélem, hogy izgulnak, mert egy csomót izgultam már életem, most izguljon más igazából, úgy vagyok fel ezzel kicsit. Nem vagyok legendor, de hogyha nincs hírsz, akkor legyen nap. Mert az állékre, a viccet félre tűve, a zenekarba telik az embere, mikre vége. És más a véleménye, az állók minden részbe, a rossz csak egyszer találve, szökődik a fel. A viccet játszik, az kötöttség, rendes múzió, a kikább illet kipok, az a trombita, az illúzió. Neked is van, hogy a vízzel élünk, ilyen a stíló. Mutatom a tendet, neked is ebben, hogy megmaradt a nívó. Ezek a dallamok, visznek szint a ballagok, hazafelé a belő utat, mert tudom, hogy ez az új melódiát. Kivezet mindig az instrumentál, hogy ettől brak! Dikét és a mentál, mert amit a pénzt vezem az életet, félve könnyedén, pedig a sokkal boldogabb, mint egy edre költem én. Húzom én, másik nap gett, ahogy a napok jönnek egymás után, nehogy komolyan vett. Ez a hétfő, itt jön a tek, kapt a stílótól neked, hogy ne kerjen meg, no. Egyik nap hétfő, másik nap gett, ahogy a napok jönnek egymás után, nehogy komolyan vett. Ez a hétfő, itt jön a tek, kapt a stílótól neked, hogy ne kerjen meg. Jön megint a rep, a második verse, ez a megszökött felépítés, de most nem ez jó persze. Ha csak egy nevet mondjunk, aki tényleg innen indult, vagy hát részt vett ebben, Margaret Island. Ez azt jelenti, hogy akkor működik ez a tehetségkutató? Nagyon nagy neveket lehet itt felfedezni? Vannak évek, amikor igen, és hát vannak, amikor nem. Hát nyilván nem lehet minden évben Margaret Islandeket felfedezni, de azért azt gondolom, hogy azért 2-3-5 évente biztosan van egy-egy igen komoly zenekar. Úgyhogy, és tavaly is találtunk, én azt gondolom, hogy nagyon tehetségesek a magyar fiatalok. És mi a helyzet a nyíregyháziakkal? Ők mennyire teljesítenek jól? A Periszkóp ugye egy nyíregyházi banda, ők szerintem egész szépen menetelnek. Ugye tavaly láttam én is őket először itt, és ahhoz képest szerintem nagyon nagyot mentek. A döntőbe is rendkívül jót játszottak tavaly, nagyon sok dicséretet kaptak kívülállóktól is, és azt hallom róluk, hogy elkezdték őket nagyon megkedvelni közönség, és úgy látom, hogy azért bebeindulgat nekik is. Nyilván egészen nem tudjuk végigkövetni, de hát bízunk benne, hogy a hangfoglaló átveszi tőlünk a gondozás részét, mert ugye mi inkább itt kutatunk, a hangfoglaló pedig gondozza őket. Szerinted egy ilyen tehetségkutató jó ugródeszkának egy kis zenekarnak? Hogyha ez jól működik, és van mögé rakva olyan jellegű szervezettség, ami talán nem mögött is éppen van, akkor igen. Egyébként meg azt gondolom, hogy azért ez egy ilyen kicsit kétélű penge tud lenni. Tehát, hogy mondjuk én a saját zenekarom például tudom, nekünk is volt egy darab olyan, akkor már létező zenekarként, koncertező zenekarként vettünk részt, és igazából érezhető volt az, hogy ennek van értelme. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenféle szempontból jó tud ez lenni. Remélem, hogy azok, akik itt vannak, egymással is tudnak haverkodni, még akkor is, hogyha nem ők lesznek a nyertesek. A nyerteseknek meg aztán mindenképp jó. Te is Nyíregyházáról indultál. Szerinted mennyire van ilyenkor a zenekaroknak lehetőségük arra, hogy tényleg elinduljanak egy olyan vonalon, hogy aztán világhírre tegyenek szert? Ez ma már földrajzilag nem kell, hogy befolyásoló legyen, tehát azért nem egy olyan, akár magyar produkciót is tudunk mondani, aki gyakorlatilag mondjuk egy online, vagy egy ilyen YouTube csatornát indítva Leanderről van szó egészen konkrétan, ugye köteles Leanderként ő annak idején 3-4 dalt elkészített,
az internetre feltöltötte, és olyan szinten sikerült átütnie egy inger küszöböt, hogy kénytelen kelletlen volt zenekart alapítani belőle. Hogyha valaki alapvetően zenekart szeretne csinálni, és a zenekarát megmutatni, akkor minél több lehetőséget meg kell próbálni. Ezek a tipikusan egyre kezd sörért elmenni játszani, és rengeteg kapcsolatépítés. Tehát, hogyha most maradjunk annyiba, hogy egy nyíregyházi, vagy egy kifejezetten vidéki zenekar, jó felvételeket kell készíteni, és azokat megpróbálni minél több embernek, szakmai embernek eljutatni, illetve hát azokat a zenekarokat megtalálni, akik elé esetleg el tudnak menni egy másik városba, vagy akár Budapestre játszani. És hát onnantól pedig tényleg az egy nagyon fontos, hogy megtalálja őket a szerencse, mert hogy ma már nincsen recept rá. Tehát ha csak a rockzenéről is beszélünk, annyira széles a paletta, annyira széles körben lehet zenélni, dalokat írni, dalszövegeket írni, és senki nem tudja azt megmondani, hogy valami be fog a közönségnél találni, vagy nem. Az Öröm a Zene nyíregyházi fordulóját a Klub Hollywoodban nyerte, és ezzel a döntőbe jutott a nyíregyházi Estenden zenekar. Stúdióban pedig a győztes zenekar két tagja, valamint a Klub Hollywood koncert szervezője, aki helyet biztosított ennek a tehetségkutató versenynek, úgyhogy nagy szeretettel köszöntöm Alexet, Attilát és Istvánt. Atti, te nemrégiben ünnepelted a születésnapod, úgyhogy ja, jó Isten éltessen. Nagyon szépen köszönöm. Láttam, hogy egy klassz kis utazással is megfejelted ezt a kerek számot, úgyhogy utána hazajöttél és belevetetted magad az élet és a zene sűrűjébe? Hát ez pontosan így történt, igazából a kabátomat sem tudtam levenni, amikor megérkeztünk, és már úgy köszöntöttem a résztvevőket és a vendégeket, majd kezdtük is ezt a tehetségkutatót. Ez a tehetségkutatóval kapcsolatban Andrássy Kremó megkeresett engem másfél-két évvel ezelőtt, hogy létezik egy ilyen tehetségkutató, és ebben a régióban olyan helyet és olyan szervezőt keres, aki le tudná bonyolítani ezeket a rendezvényeket. Nagy kihívás volt, nagyon nagy öröm, és nagy kihívás is volt egyben, hogy gondolt rám. Az első év kicsit gyötrelmesebb volt. Nem volt benne tapasztalatom, hogy hogyan működjön. Hát nyilván egy zenekarral könnyebb a dolgunk minden esetben, mert leszervezünk egy koncertfolyamatot. Viszont itt nagyon sok zenekart meg kell hallgatni, meg kell hívni, le kell szervezni, le kell egyeztetni. Én úgy gondolom, hogy az első után a második már zökkenőmentesen és nagyon, nagyon profi módon sikerült lebonyolítani. Ezért is volt az, hogy gyakorlatilag én az utazásomból egyből be tudtam csatlakozni. A zene sűrűjében most hány zenekar volt ebben az évben? A jelentkezők nagyon sokan voltak. A jelentkezéseket, hát én ennek a versenynek a felhívását, meghirdetését már októberben nyilvánosságra hoztam. Azóta folyamatosan érkeztek a jelentkezések, amit otthon meghallgatva már előzsűriztem. Uh-huh. Nem mindenki értette a lényegét egy zenekari tehetségkutatónak. Tehát itt népdalkörtől,
rappelőket. Ó, de kár, hogy ebből nem csináltál egy összeállítást, tehát tudod, ezek szoktak a legviccesebbek lenni. Lehet, hogy majd arra is sor kerül a későbbiekben. Majd a 10. jubileumon a best of, vagy inkább a legrosszabb. Úgy legyen 10. is belőle, és úgy gondolom, hogy fontos, hogy legyen 10. is belőle, mert idén nagyon-nagyon jó zenekarok voltak, hogy a kérdésedre is válaszoljak. Tehát jó párat azért kiszórtál. Jó párat kiszórtam. A végén 8 zenekar maradt bent, aki érdemes volt a megmérettetésre. És aki eljött és meghallgatta, az valóban úgy is ment el, hogy igen, nagyon-nagyon jó zenekarok voltak. Na, beszélünk a többi zenekarról, viszont itt van a győztes zenekar az Estenden két frontembere, ugye Alex, te vagy az énekes, igen. És te pedig a gitárokat igen. Bűvölöd. Hányan vagytok egyébként még a csapatban? 4 vagyunk, Tóth Balázs basszusgitározik, és Járosi Bence a dobosunk. Ti már zenéltetek, tehát van egy előélete szinte mindenkinek, tavaly márciusban pedig úgy gondoltátok, hogy elkezdtek együtt zenélni, akkor még nem tudtátok, hogy milyen jó ötlet volt, mert hogy ugye ennek a tehetségkutatónak azért illettetek a királyai, a legjobbak. Honnan tudtatok magáról erről a tehetségkutatóról, és milyen érzelmekkel jelentkeztetek? Hát a tavaly évben már tudtuk, hogy volt egy ilyen hasonló, és pont ugyanez. És úgy voltunk vele, hogy ebben a formációban szeretnénk ezt megpróbálni, mert úgy gondoljuk, hogy talán van bennünk annyi, hogy ebből többet is ki tudunk hozni, mint egy próbatermi szint. És igazából egy hosszas megbeszélés alapján úgy végül rászántuk magunkat, hogy akkor csináljuk. Azért elég kemény zenét játszotok. Ez milyen stílust képvisel? Hát elég nehéz volt bekategorizálni magunkat. Végül egy ilyen black and deathcore, hardcore keverék, amit játszunk. Mondjuk egy ránézésre nem is gondolná az ember, hogy ilyen kemény zenéket nyomtok, bár ugye a tetoválásod azért egy kicsit talán egy előszele ennek a hangulatnak, hogy fogadta a közönség, vagy egyáltalán ti számítottatok-e arra, hogy mondjuk a dallamosabb zenéket játszó zenekarokat azért jóval lehagyjátok, és a zsűri abszolút titeket favorizált? Hát számítani abszolút nem számítottunk arra, hogy ebből egy győzelem is sikerülhet, mert alapban olyan megosztó, amit játszunk. De mostanában azt vettük észre, hogy egyre jobban nyitnak az emberek e felé, úgyhogy azért bizakodtunk. Amikor itt beültetek, akkor mondtátok, hogy hát azért ez nem ugyanaz, mint a színpad, egy kicsit izgultok. Ott a színpadon átlényegültök teljesen? Te például is nem, hogy érzed magad? Én hát színpadon sokkal felszabadultabb vagyok. Egyáltalán, hát ha előtte ideges is vagyok, utána ez így, mikor kiállunk, akkor így egymásért is zenélünk, és ez így, ezt az egészet feletteti velem. Mi lesz egyébként, vagy mi a következménye mondjuk egy ilyen elismerésnek, hogy érzitek? Hát semmiféleképpen nem szabad ezt így túl gondolni, vagyunk ezzel, hogy azért maradjunk meg emberként, ne szálljunk úgy el magunktól. Mindenféleképpen jó, hogy van egy ilyen lehetőség, hiszen ebből tudunk dolgozni, ez egyfajta visszajelzés számunkra, hogy jó, amit csinálunk. Talán kicsit még jobban oda tesszük a dolgokat ezután, hogy még jobbat tudjunk adni. És hát szuper, mert ugye most már jó kapcsolatotok van Attilával, tehát akár a Klub Hollywoodban is felléphet a banda. Kicsit szerények a fiúk, hát azt már például most el sem mondják, hogy már más zenekarok megkeresték, hogy együtt koncertezzenek. Tehát ezekről nem beszélnek, ilyen lehetőségei is vannak. Nagyon sok helyen be tudnak mutatkozni, hogyha végig mennek ezeken a tehetségkutatókon, amik megyeszékhelyekben vannak, majd ők nyilván már Budapestre is mennek a fő megmérettetésre. Nagyon sok ember fogja hallani az ő zenéjüket. Na hát akkor szorítunk nektek, és gratulálunk még egyszer. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Van, akinek a hardcore zene ad lendületet az aktív mozgáshoz, még másnak a csapatszellem. Utóbbiak a Mozdulj Nyíregyháza számos programja közül választhatnak. Erről beszélgetünk most Hornyák Enikővel. Szia Enikő, hát te ugye, mint sportreferens gyakorlatilag meg sem állsz, tehát a Mozdulj az olyan, mintha a te életfilozófiád lenne. Nyíregyháza szerintem egyik legnépszerűbb
programsorozatáról van szó, ha nem lenne, valószínűleg tüntetéseket szervezne mindenféle generáció, kora és nemre való tekintet nélkül. Gondoltátok, hogy ennyire sikeres lesz, amikor ezt megálmodtátok? Hú, hát ugye majdnem 7 évvel ezelőtt volt maga az első ilyen kezdeti próbálkozás. Ha visszaemlékszünk, tavasszal lesz ugye, hogy az első lakossági zumbát megtartottuk a stadionba, és már akkor gondolkodtunk, hogy egyáltalán eljön-e valaki, és már első alkalommal majdnem 50-en voltunk, és akkor így Kalapos Tamásikkal néztünk is egymásra, hogy hú, erre ennyire igény van. Ugye gyorsan ki is nőttük a kis műfüvest, és novembertől volt ez a lehetőségünk, hogy polgármester úr támogatásával bővíteni tudtuk a programokat, és 12 foglalkozást indítottunk el, akkor még csak 20 héten keresztül gondolkodtunk így a programokban, és tényleg ahogy elindítottuk, hogy na, akkor nyári szünet, jöttek a levelek, megkeresések, telefonhívások, hogy ez milyen jó ötlet, és hogy szeretnék a nyíregyháziak. És mivel igény volt rá, most látszik a mozgásrenden, hogy kicsit kinőttük már magunkat, és a kezdeti 12 foglalkozásból, aki össze tudja számolni, én most megtettem a várakozás alatt 39 foglalkozást várja a nyíregyháziakat. Meg is mutatom a kamerának, de már csak azért, hogy az ehhez hasonló plakátokat figyeljék a nézők, meg gondolom, hogy több területen is ki lesz téve. Tényleg, tehát hogyha ezt órarendben látná egy gyerek, akkor biztos sírógörcsöt kapna, viszont ugye ez azoknak a programoknak és helyszíneknek a listája, amiből lehet választani. Mik a legnépszerűbbek, vagy mik mostanában mondjuk az új sportok, aminek esetleg még kell a reklám? Ugye mivel ez most a 7. év, amit kezdtünk, és nem volt két egyforma mozgásrendünk, de megvannak azok az állandó programok, amik első perctől benne voltak a mozgásrendben, és 150-200 fős létszámmal működnek. Ezek az Rényi Gimnáziumban a hétfőszerdai gerinctornák, illetve a szerdai latin cardio fitness, illetve szombat délelőttönként a jóga a Vasvári Gimnáziumban. Ez tényleg egy ilyen fix létszám, minden fél évkor megkapjuk a kimutatásokat az oktatóktól, tényleg 150 fő alatti létszámot nem tapasztaltunk. Nagyon népszerű foglalkozások az újak is, és igyekszünk mindig igazodni a létszámokhoz, nagyobb terembe vinni, illetve ha kell, akkor külterületre is kivinni. Ezt mutatja az, hogy például már 8 külterületen kint vannak a gerinctorna foglalkozások, tehát volt igény rá, hogy aki munka után felveszi a gyereket, hazamegy, nincs már ideje visszajönni ugye a belvárosba, ezért beindítottunk külterületeken is különböző mozgásformákat, ezek is egyre népszerűbbek, de itt vannak még helyek, tehát mindenkit arra buzdítunk, hogy nézze a mozgásrendet és a hozzá legközelebb eső foglalkozásokra menjen el, illetve minden évben van valami új, amit egy kicsit jobban igyekszünk reklámozni, és valami pedig első perctől sikert arat, például most indítottuk el a vízi tornát, első pillanattól betelt az első 25 hely, várólista van, és keressük a megoldást, hogy hogyan tudjuk bővíteni. Ugye sok esetben így gyakorlatilag olyan preventív, vagy már kialakult betegségeknek az orvoslására, az állapotok jobbátételére való mozgásprogramokat kínál maga a Mozdulj Nyíregyháza, amit talán mondjuk csak egy orvos írhatna fel, vagy tényleg egyeztetni kellene egy gyógytornásszal, és itt azért a közösségnek a húzó ereje is nagyon-nagyon sokat számít. Azért vannak olyanok, akik egy kicsit aggódnak, mondjuk azt mondják, hogy hát ez már mióta tart, 7 éve, hogy jövök én ahhoz, hogy most csak úgy becsöppenjek egy ilyen helyre? Mit tudsz azoknak javasolni, hogy nyilván kell az elhatározás, de mi mindenre van szükség, hogy mondjuk én szerda este bemenjek jogázni az Rényi Ilona gimnáziumba? Vagy gerinctornázni? Nem akarok itt tévinformációkat kelteni. Tényleg csak az elhatározásra van szükség, meg egy sportfelszerelésre. Tehát itt a mozgásnak, a Mozdulj Nyíregyházának pont ez a lényege, hogy akár a szomszéd asszonnyal beszéljen meg, vagy nagyon várjuk még az urak jelentkezését, mert ahogy látjuk, a férfiakat a legnehezebb megmozdítani, hogy igenis szánják az egészségükre, és ez nem csak tényleg a nagyon jól láttad a testi egészség prevenciója, hanem a lelki, hiszen közösségben vagyunk, könnyebb együtt a mozgást végezni, láthatom azt, hogy a szomszéd is megtudja, akkor ez motivál, nem kell feladni az első alkalom után, mert lehet, hogy a második, harmadik, negyedik után már sokkal könnyebben fog menni, és a nyári szünetnél mindig
tapasztaljuk, hogy hiányérzetet jeleznek a foglalkozásokra járók, és alig várják már, hogy mikor indul újra a foglalkozás. Ugye tulajdonképpen, mivel ez nagy tömegeket érint, tömegsportnak lehet nevezni, de hát tömegsport az is, amikor futunk, vagy kerékpározunk. Azért Nyíregyházán ugye nagyon sok futó és kerékpározó rendezvény is volt eddig. Én úgy gondolom, hogy lassan tényleg kerékpáros város leszünk. 2020 is tartogat még kerékpáros rendezvényeket. Mire készüljenek a nézők? Igen. Nagyon szerencsések vagyunk, nem csak a nyíregyháziak szeretnek mozogni, hanem nagyon jó civil szervezetek vannak, akár sportszervezetek, akár egyéb támogatók, akik nagy rendezvények mögé állnak, és azt mondják, hogy ők szeretnék tényleg anyagilag támogatni, hogy az embereknek adjanak egy újfajta élményt, egy mozgást. Idén szintén a már hagyományá vált Bringa Piknik, és Bringa Város várja majd a nyíregyháziakat, illetve ugye a Michelin által fémjelzett Bringa Fesztivál is megrendezésre kerül, és nagy örömünkre most első alkalommal egy nagy futórendezvényt is tudtunk a naptárba beilleszteni, reméljük, hogy ennek is hagyománya lesz. Pont már egyeztettem a főszervezőkkel, már 500 főnél jár a nevezési létszám, de reméljük, hogy az 1000 főt első alkalommal elérjük, és akkor elmondhatjuk, hogy itt is Nyíregyháza jelen teljesített, ez pedig egy áprilisi futófesztivál lesz. Azért te az a fajta proféta vagy, aki a saját hazádban is az vagy, mert azért amikor van bármiféle ilyen nagy megmozdulás, akkor nem csak mint szervező vagy rendező vagy ott, hanem általában ott van a kerékpárod is, vagy a futócipőt is magaddal viszed, és részt is veszel ezeken a nagyobb rendezvényeken. Amúgy még milyen sportok vannak, amit előszeretettel látogatsz? Hát én ugye labdás játékot űzöm civilben, és azért igyekszem heti 2-3-szor eljutni, de én azt gondolom, hogy nagyon egészséges, ugye a sok ülő munkavégzés mellett segíti ugye a fizikai aktív létet, akár egy gerinctorna foglalkozásra elmenni, a funkcionális edzésre, a mobilitire. Idősebb korosztálynak nagyon jók délelőtt a foglalkozások, de nekem személy szerint hozzám leginkább ez a funkcionális edzés jelleg áll. Sajnos én magam keveset tudok eljutni ezekre a foglalkozásokra. Oktatók mindig hívnak, de annyi olyan egyéb vagy rendezvényünk van, vagy igen, a saját sportágamat űzöm én is, ha tehetem. De én azt javaslom mindenkinek, hogy minél többet próbáljon ki, mert megtalálja azt, ami neki a szervezetének a legjobb aerob vagy anaerob, eszközzel vagy eszköz nélkül végzett mozgás. Köszönjük szépen, Enikő. Én meg azt remélem, hogy közösen űzünk majd egy másik sportot, a repülést, és valami távoli kontinensre repülünk, mert szerintem az is mindenképpen lélekemelő. Nos hát, kedves nézőink, lehet melegíteni erre a sok-sok programra, de mielőtt még nagyon belelendülnénk a mozgásba, nézzék meg a Weekend második részét is.